Ukrajnában az energiahelyzet kritikus, a hálózati és az erőműjavítások éjjel-nappal folynak, közölte Denis Mihály miniszterelnök közösségi oldalán, számolt be az RBK Ukrajna hírportál. Mihály hangsúlyozta, hogy a törzs már állandó jelleggel dolgozik a következő fűtési szezonra való felkészülésen. A kormányfő ugyanakkor megjegyezte, hogy az energiahatékonysági alap elindította a Green Deal programot. A társasházak akár 1 millió hrivnya értékű kompenzációt is kaphatnak napelemes erőművek telepítésére, és 2 millió hrivnyáig a fűtésre szolgáló hőszivattyúk telepítésére. Az Energetikai és Közműdíj Szabályozási Nemzeti Bizottság döntést hozott arról, hogy egyszerűsített eljárással csatlakozási díj megfizetése nélkül kapcsolnak be új termelőegységeket az elektromos hálózatba, jegyezte meg Denis Mihály. Egyben bejelentette, hogy a hatóságok az ukrán energiaipar jelentős decentralizációjával számolnak a következő 6 hónapban. Decentralizovati našu energosistemu. A szárazföldi erők új dandárokat állítanak fel az orosz offenzíva visszaverésére, jelentette be Olekszandr Pavlyuk, a szárazföldi erők parancsnoka, a The Economist című brit lapnak adott interjújában, számolt be az RBK Ukrajna hírportál. Pavlyuk elmondta, hogy a szárazföldi erők egyik legsürgetőbb feladata 10 új dandár felállítása. Mint megjegyezte, a fő problémát az eszközök jelentik, nem az emberek. Ukrajnának nagy szüksége van tüzérségre és páncélozott járművekre, amiben a nyugat segíthet, mutatott rá a parancsnok. Elmondása szerint az új erők egy részét a főváros védelmére vetik be. Mint kifejtette, 2,5 év alatt az oroszok nem adták fel a Kijev elfoglalására irányuló törekvésüket. Kijev védelme továbbra is az egyik fő gondunk, bármennyire is nehéz a helyzet keleten. Ez Ukrajna szíve, és tudjuk, milyen kulcsszerepet fog játszani a főváros védelme a jövőben, hangsúlyozta Olekszandr Pavlyuk. A kormány támogatta Volodymyr Zelenszkij elnök azon rendeletét, amelyet a Védelmi Minisztérium a vezérkarral közösen dolgozott ki a fegyveres erőkben, egy külön csapattípus a pilóta nélküli rendszerek erőinek létrehozásáról, jelentette be Rustem Umerov. Az ukrán Védelmi Minisztérium vezetője megjegyezte, hogy ez egy stratégiai lépés Ukrajna részéről, az Oroszország felől érkező növekvő fenyegetéssel szemben. A kezdeményezés megvalósítása érdekében a Védelmi Minisztérium előkészíti, és a kormányülés elé terjeszti az erre vonatkozó törvénytervezetet. A pilóta nélküli rendszerek erői modern és elengedhetetlen megoldást jelentenek harci potenciájuk és az ellenség feletti technológiai fölényük hatékony kihasználására, stratégiai hadműveleti és taktikai szinten, a levegőben, a szárazföldön és a tengeren, hangsúlyozta a miniszter. Volodymyr Zelenszkij még februárban írta alá a védelmi erők képességeinek növeléséről szóló rendeletet, melynek értelmében a pilóta nélküli légijárművek irányítására külön csapattípus létrehozását javasolják, pilóta nélküli rendszerek erői néven. Ukrajnában újra bevezethetik az óránkénti áramszüneteket az orosz légicsapások miatt, ha jelentős áramhiány lép fel, jelentette be Volodymyr Kudrickij, az Ukrenergo állami áramszolgáltató vállalat igazgató tanácsának elnöke, számolt be az RBK Ukrajna hírportál. Kudrickij elmondta, ha az energiarendszerben növekszik a hiány és napközben is állandóvá válik, akkor ilyen helyzetben egy másik ütemezést alkalmazunk, az óránkénti lekapcsolási ütemtervet. Ekkor az Ukrenergo fogyasztási határt szab az egyes megyék számára. Az igazgató tanácsi elnök hangsúlyozta, az energiarendszer egyensúlyához nem biztos, hogy elegendő csak az ipari áramszünet, amely már több napja bevezetésre került. Az ipar áramellátása éjszaka korlátozott, mivel Ukrajnában nincs áramimport. A szomszédos országokból a nap 24 órájában sürgősségi segítséget kapni pedig lehetetlenség, mutatott rá Volodymyr Kudrickij. Ukrajna megkapta az F-16-os vadászgép első légi szimulátorát, amelyet Csehország adott át, közölte Mikola Oleszczuk, az ukrán fegyveres erők légi erejének parancsnoka. Tájékoztatása szerint a légi szimulátor fő modulját már tesztelik és működtetésre készítik fel ukrán szakemberek. Köszönjük mindenkinek, aki segít Ukrajna légi erejének megerősítésében. Természetesen magukon az F-16-osokon kívül erős oktatási és anyagi bázist kell teremtenünk fiataljaink számára. Felszólítom a szövetségeseinket, hogy csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez, tette hozzá a parancsnok. Super, thanks. Bravo.
Ukrajna legnagyobb hadirokkantak számára protéziseket gyártó üzemét avatta fel pénteken Lembergben Svenja Schulze, német fejlesztési miniszter. Németország 1,8 millió euróval járult hozzá az építés költségéhez, ezen felül pedig 600 ezer eurót biztosított a szükséges berendezések beszerzéséhez. Az üzem részét alkotja egy ortopédiai központ, ahol szakembereket is kiképeznek. Emellett rehabilitációs centrum is működik, ennek felújítására további 2,2 millió euró gyűlt össze. Ez a reményhelye, az erőé, hangsúlyozta Schulze az ünnepélyes megnyitón. Mint mondta, túl sokan vesztették életüket, illetve lábukat vagy karjukat, aknák, gránátok vagy beomló épületek miatt. Amit itt lehet látni, azonban az, hogy az ukránok nem csüggednek, tette hozzá a miniszter. A lembergi üzemben évente mintegy 1200 ortopédiai segédeszközt tudnak majd legyártani, ami meg háromszorozza az eddigi kapacitást Ukrajnában a német fejlesztési minisztérium szerint. Szintén éves szinten 60 szakember kiképzését tervezik, míg a rehabilitációs részlegen művégtaggal ellátott páciensek gondozását végzik. Becslések szerint háborús sebesülések következtében eddig mintegy 100 ezer amputációra került sor Ukrajnában. Németország 45 millió eurós támogatást nyújt Ukrajnának az energetikai infrastruktúra helyreállítására. A támogatás bankgarancia formájában érkezik, közölte az ukrán energetikai tárca. A segítségről szóló dokumentumot Volodymyr Kudrickij, az Ukrenergo vezetőségének elnöke és a KfW fejlesztési bank vezetőségének képviselői írták alá. A német pénzintézet az orosz agresszió kezdete óta működik együtt az Ukrenergóval. Eddig hitelek és garanciavállalások formájában 177 millió eurót biztosított az ukrajnai energetikai hálózat helyreállítására. Artem Martinyuk, az országos elosztóhálózat megbízott vezérigazgatója, korábban azt közölte, hogy az energetikai rendszer helyreállítási munkálataira és a 2024-25-ös fűtési időszakra való felkészülésre több mint 1 milliárd dollárra lesz szükség. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök 5 éves hivatali idejének 2024. május 21-i lejárta után sem veszíti el legitimitását a következő államfő megválasztásáig, közölte Denis Maljuszka, ukrán igazságügyi miniszter a BBC ukrán kiadásának adott interjújában. Ukrajnában az alkotmány előírása szerint hadi állapot ideje alatt nem lehet választásokat tartani. A tárcavezető leszögezte, hogy az elnök jogköre a következő államfő megválasztásáig tart. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy az ukrán alkotmány számos normája úgy van megfogalmazva, hogy aki valamilyen összeesküvés elméletet akar felépíteni, az megtalálhatja benne annak igazolását. Ezért a miniszter heves vitákra számít az elnöki legitimáció kérdésével kapcsolatban, mint mondta, elsősorban abból kiindulva, hogy az alkotmány kidolgozói annak idején nem nagyon hittek egy ukrajnai háború kitörésében, így meglehetősen ügyetlenül fogalmazták meg az alaptörvény erre vonatkozó normáit. A hadiállapotra vonatkozó részek pontatlan megfogalmazása miatt a közösségi oldalakon terjedő összeesküvés elméleteket pedig Oroszország felhasználja saját propaganda céljaira, mutatott rá az igazságügyi miniszter. Arra megjegyzésre, miszerint célszerűbb lenne az alkotmányt értelmező testülethez, az alkotmánybírósághoz fordulni, hogy véget vessen az elnök legitimációja körüli dilemmának, Maljuszka azt válaszolta, hogy szerinte túl késő ezt megtenni, sőt, a jelenlegi valóságban még káros is lehet. Éppen ez a fajta megkeresés jelenteni azt, hogy vannak jogos kétségek e felől, emelte ki Denis Maljuszka. Csökkent az ideiglenes védelmet biztosító menedékstátusszal rendelkező ukránok száma az Európai Unióban. Márciusban 4.211.495-en voltak, 20 ezerrel kevesebben, mint februárban, és közel 100 ezerrel kevesebben, mint januárban, derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala az Eurostat legfrissebb jelentéséből. Az uniós hivatal közlése szerint a háború miatt Ukrajnából elmenekültek továbbra is enyhén növekvő számban regisztráltak ideiglenes védelemre, amelynek révén egyebek mellett egészségügyi ellátást kaphatnak, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak. A jelentés szerint a legtöbb ukrajnai menekült március végén Németországban, valamint Lengyelországban és Csehországban élt. A február végi adatokhoz képest márciusban a kedvezményezettek száma legnagyobb mértékben Németországban, Hollandiában és Bulgáriában növekedett.
A különleges jogállásban részesülők száma az előző hónapokhoz képest 5 uniós országban, Csehországban, Svédországban, Ausztriában, Dániában és Lengyelországban csökkent a legjelentősebben. A jelentésből kiderült továbbá, hogy Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 34.965, az elmúlt hónapban 120 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekültek számára. Idén már több mint 115 ezer hektár mezőgazdasági területet vizsgáltak át állami és nem állami aknamentesítők. Ebből 108 ezer hektár gazdasági hasznosítása kezdődhet meg ismét, számolt be a Gazdasági Minisztérium sajtószolgálata. Julija Szviridenko, első miniszterelnök helyettes, gazdasági miniszter elmondása szerint az aknamentesítés idei üteme meghaladja a tavalyi mutatókat, amikor is egy hónap alatt átlagosan 22,8 hektár termőföldet ellenőriztek a tűzszerészek. 2024 négy hónapjának eredményei alapján a szakemberek átlagosan most havi 28.750 hektárt vizsgálnak át. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a humanitárius aknamentesítés ütemének növekedése az aknamentesítéshez használt gépek és berendezések növekvő hazai gyártásának, valamint a külföldi technológiák ukrajnai lokalizálásának az eredménye. A miniszter hozzátette, hogy a humanitárius aknamentesítés piacának megnyitása is segít felgyorsítani a mezőgazdasági területek megtisztítását. Idén 3 milliárd rivnyát különítettek el azon gazdálkodók kártalanítására, akik aknamentesítési szolgáltatásokat vásárolnak a piacon. Szeretettel köszöntök mindenkit a második Rákóczi Ferenc Kárpátalja Magyar Főiskola által szervezett pályaorientációs vagy más nevén interaktív nyíltnapon. Idén második alkalommal tartottak pályaorientációs nyílt napot a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A rendezvény célja, hogy az érdeklődők betekintést nyerhessenek a felsőoktatási intézmény és a hozzátartozó egységek életébe, valamint tájékoztatást kapjanak a 2024-es felsőoktatási felvételi eljárásról. Tóth Attila, a Rákóczi Főiskola felvételi bizottságának felelős titkára köszönt követően a tanszékek képviselői ismertették a nyílt nap programját. Ezt követően mindenki ellátogathatott az érdeklődését kiváltott programokra. Idén második alkalom, azt mondhatni már hagyományos jelleggel rendezzük meg a pályaorientációs nyílt napunkat, amelyet a Főiskola Felvételi Bizottság, a Karrierkövetési Osztály, illetve a Fodor Sándor Kulturális Központ közös szervezésében valósul meg. Ugye az elsődleges szempontunk, célunk az, hogy minél szélesebb körben bevonni a potenciális hallgatókat, iskolásokat, abban, hogy megismerjék főiskolánk életét, működését, szakjait, illetve mondhatni a mindennapjait is. Ugye az adott nyílt nap keretein belül nem csak az oktatókkal történő, úgymond száraz beszélgetések valósul meg, hanem tényleges bemutató programok, interaktív foglalkozások keretein belül, amelyben a főiskolás hallgatók is be vannak vonva. Próbáljuk meg lelkesíteni, ösztönözni a hallgatókat arra, hogy a főiskola képzési programjait válasszák. Kárpátaljának kék galléros munkakörök a legkeresettebbek. A munkáltatók közel 20%-ának szüksége van rájuk a munkaerőpiacon, és ugyanennyire a szolgáltatások és a kereskedelem területén is. A munkaerő mintegy 12%-át a berendezések karbantartása és üzemeltetése területén keresik. Ugyanilyen a nem szakképzettek, a betanított munkások és a szakemberek aránya. Az éveleje óta összesen 3300 betöltetlen állást tartanak nyilván a munkaerőpiacon. 2000 embernek pedig sikerült elhelyezkedni. A legtöbb betöltetlen állás a feldolgozóiparban volt. A kereskedelemben 12%, az egészségügyben 11%, a közlekedési ágazatban pedig 7%. Az aktuális helyzet szerint 2100-an keresnek munkát, közülük 1700-an regisztrált munkanélküli státuszban vannak. Jelenleg 1300 állás betöltetlen. Az ungvári Anna gyorsan talált munkát. 25 éves koráig szlovák nyelv és irodalom szakos tanárként dolgozott, és hivatalnokként a közszolgálatot is kipróbálta. Úgy döntött, hogy a továbbiakban már nem akar tanítani, viszont szeret a dokumentumokkal dolgozni. A munkaügyi központ pedig talált neki egy megüresedett állást. Úgy döntöttem, hogy állást keresek. Szlovák nyelv és irodalom tanár és fordító vagyok. Ügyintézői állást szeretnék. Ugyanakkor több az álláskereső, mint amennyi a munkaerőpiac kínálata.
A foglalkoztatási központ adatai szerint a fele továbbra is munkanélküli státuszban van, és segélyt kap. A munkaadók kérésére több mint 200 ember részesült szakképzésben, és csaknem ugyanennyit irányítottak közmunkára megfelelő díjazásért. Az idei év első 4 hónapja alatt 4700-an vették igénybe a kárpátaljai foglalkoztatási központ szolgáltatásait. Közülük 3300-nak volt regisztrált munkanélküli státusza. Munkanélküli segélyt 2200 személy kapott. A háború miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek alkotják a legaktívabban munkát keresők csoportját. Az új környezetbe kerülve mindenképpen állást kell találniuk. Idén a munkaügyi központ 800 közül 162 belső menekültnek segített munkát találni. A Herszoni Tatjana reméli, hogy ő lesz a 163. Közgazdász diplomával rendelkezik, és folyamatosan a szakmájában dolgozott. Most Ungváron él, és azért jelentkezett a munkaügyi központba, hogy itt kapja meg a kívánt állást. Szakmám szerint közgazdász és könyvelő vagyok. Könyvelőként és pénzügyi igazgatóként dolgoztam. Ezért arra számítok, hogy a munkaügyi központ szakembereinek segítségével sikerül megfelelő állást találnom. Belső menekült vagyok. Herszomból jöttem. Remélem, hogy Ungváron segítenek, és új életet kezdhetek. A munkaerőpiacon kevés varrónő, szakács, eladó, pincér, sofőr, segédmunkás, lakatos van. Ugyanakkor a foglalkoztatási központban tudják, hogy a munkaerőhiány elsősorban a viszonylag alacsony 10-12 ezer közötti bérek miatt van. Jelenleg a régióban az átlagbér körülbelül 13 ezer hrivnya. A Párbeszédek Európáról Európa szívében című rendezvényt Kárpátalján immár másodszor jelképesen az Európa napon rendezték meg, amelyet Ukrajna az Európai Unióval közösen május 9-én ünnepel, tagadva az ezzel a nappal kapcsolatos poszt-szovjet narratívát. A mostani háború pedig Ukrajna döntéséről szól, amellyel Oroszország nem ért egyet, ezért népirtó háborút indított az ország ellen. A rendezvényen különböző országok gondolkodói, egykori és jelenlegi tisztviselők, politikusok, újságírók, művészek, írók és költők vettek részt. A fórum azokról a konkrét megoldásokról szól, amelyeket az itt összegyűltek megvalósítanak, mondta Dmitro Tuzsánszki szervező, a Közép-Európai Stratégiai Intézet igazgatója. Kárpátalja az egyik leglátványosabb és leglátványosabb példája ennek az európai identitásnak a multietnicitás révén. Végül is ez az egyik földrajzi központ, ahol mindez megvalósult. Mi azért vagyunk itt, hogy ezt megerősítsük, hogy tanúságot tegyünk, beszéljünk az Egyesült Európáról, az új Európa eszméiről, és már holnap elkezdjük ezeket megvalósítani. Itt azok gyűltek össze, akik nem csak gondolkodnak, hanem cselekszenek is, politikusokkal, kormányokkal működnek együtt. Ez az, amire Ukrajnának, amire Európának most szüksége van, a konkrét és gyors megoldások, fogalmazott a szervező. Az egyik panelbeszélgetés a közös traumákról és az új Közép-Európa közös jövőjéről szólt. És én azt gondolom, hogy ebben a Közép-Európában azok a közös tapasztalatok, amelyekkel gyakorlatilag a közép-európai országok az elmúlt 30 évet végigélték, azok a tapasztalatok nagyon hasznosak lesznek Ukrajna számára is az elkövetkezendő 10 évben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a beszélgetés elindíthatja és elindította és részévé válhat annak a regionális Közép-Európában való gondolkodásnak, amely gyakorlatilag az egész régiót újra gondolhatjuk, újra fogalmazhatjuk, és újra köthetjük az együttműködési és közös értékeken alapuló kapcsolatokat is. Ebben nyilván benne van egy csomó olyan kérdésnek a tisztázása, amelyek Közép-Európában meghatározóak, és amelyek nagyon fájóan elmaradtak az elmúlt időszakban. Nyilvánvalóan a kisebbségek kezelésének a kérdése ezek között ott lesz. De én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy az a keret, amelyen belül beszélgetni lehet, ez egy közép-európai regionális keret, ez valójában kifejezi azokat a prioritásokat, értékeket, amelyek összekötnek minket.
A szlovák oktatásügyi miniszter tanácsadója szerint a nemzeti kisebbségekkel való állandó kapcsolat számos probléma megoldását segíti elő. A kulcskérdés az iskolai oktatás, az, hogy a kisebbségek tagjai saját nyelvükön tanulhassanak, valamint a kulturális fejlődés. Ha ezeket a szolgáltatásokat biztosítják a kisebbségek számára, akkor nem lesz helye a szeparatizmusnak, fogalmazott a tanácsadó. Az új Közép-Európa kialakulása már zajlik Ukrajna részvételével, de ahhoz, hogy jobban hallassuk a hangunkat, biztosítanunk kell, hogy a valós ötletek és innovációk Ukrajnából származnak, véli a volt ukrán külügyminiszter. Ez a háború valamit átkapcsolt mindenki agyában, annak megértése szempontjából, hogy mi is Európa és mi is Közép-Európa. Számunkra ez a háború a létezésünkről szól, megmaradunk-e vagy sem. Közép-Európában az én értelmezésemben, ha bármilyen definícióról beszélünk, ez a háború egzisztenciális jellegű, fogalmazott Pavlo Klimkin. A rendezvényhez a helyi önkormányzatok képviselői is csatlakoztak. A Kőrösmezői kistérség vezetője elmondta, hogy közössége jelenleg az energiafüggetlenség eléréséért küzd, valamint a katonaság rehabilitációs egységének létrehozásán fáradozik. Tart a decentralizáció, ezért elengedhetetlen a kommunikáció a nemzetközi partnerekkel és a tapasztalataik átvétele. Ma köszönetet mondunk európai partnereinknek az Ukrajnának nyújtott támogatásért és segítségért a háború idején, ebben a számunkra nehéz időszakban. Fejlesztjük az európai partneri kapcsolatrendszert. A Kőrösmezői kistérségnek már több partnere van, a kapcsolatok fejlődnek. Nagyon fontos számunkra, hogy tanuljunk az európai önkormányzatok tapasztalataiból, különösen azoktól az országoktól, ahol már végbe ment a decentralizáció, és működnek a megfelelő mechanizmusok, fogalmazott a Kőrösmezői kistérség vezetője. A fórum lényege, hogy összehangolja az Európáról alkotott képet, hogy megerősítse Ukrajna választását, hangsúlyozva azt, hogy Európa a jogokról, az értékekről, az etikáról, a reformokról, a kötelezettségekről és a párbeszédről szól.